akik nekem nagyon-nagyon sokat ártottak, azoknak is megbocsátottam, mert megtanultam, hogy ez nem nekik szól, ez önmagamnak szól. Megbocsátás, ez egy önmagamnak adott ajándék. Az, hogy én utána vele kapcsolódom-e tovább, az már egy újabb döntés. De hogyha én neheztelek rá, akkor egy hatalmas zsákban cipelem őt magammal, és ez nagyon nehéz elítő után. Az érzelmi intelligenciáról szóló kávészünet. Szerintem most már mindenki tudja, hogy azon dolgozunk és azon gondolkozunk többen, hogy 2018-ban minél inkább tereljük a figyelmet az érzelmi intelligencia fontosságára. Kocsis Gábor a vendégem, használt felcímmel írsz blogot. Gábor, lehet azt mondani, hogy a te életedben van egy időpont előtti, mint időszámításunk előtti létezés, és egy időszámítás utáni létezés, ha 2011-es évet behozom? Először is nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást. A kérdés azért nagyon jó, mert én is úgy tekintek 2011. március 22-ére, mint a második születésnapom, mert ott tényleg egy olyan változás indult meg az életemben, amikor nagyon sok dolgot elengedtem, amihez addig görcsösen ragaszkodtam, és felismertem dolgokat. Inkább egy ilyen önismereti útnak egy fordulópontja volt. De én azt gondolom, hogy az egész útunk egy olyan tanulási folyamat, amiben vannak persze mérföldkövek, de nem érdemes azt várnunk, hogy egy nap alatt megváltozik az életünk. Végül is ugye fordítsuk le, bár nagyon-nagyon sokan olvasnak téged, és tanácsadóként is dolgozol, de mi történt azon a bizonyos napon? Egyébként fájó fölidézni, vagy már eltávolodtál tőle? Vagy rossz, hogyha erről kérdezlek? Se nem fájó, se nem távolodtam el tőle, mert átalakítottam magamban. Eleinte rengeteg félelem, meg fájdalom volt bennem, meg ez a tipikus áldozat szerep, hogy miért én, miért pont velem történt ez, de egy idő után felismertem benne a lehetőséget. És mi is történt? Egy olyan stroke volt, aminek az oka az mai napig megmagyarázta, tehát orvosilag nem tudják, hogy miért történt. Hogy az ember 30-as éveit se éri még el. Igen, 28 éves voltál, és kaptál egy stroke-ot, amelynek igen. Következtében milyen állapotba kerültél? Én nekem annyiból szerencsém volt, hogy nem kerültem intenzív osztályra, meg a beszédkészségem például megmaradt. Én az egyensúlyérzékemet vesztettem el, meg a baloldali mozgás koordinációmat. Meg hát persze még a mentális terhek, az volt nekem a nagyobb egyébként. Valaki fizikailag ér nagyobb károsodás, engem inkább mentális. Mert nem úgy mentálisan, inkább azt mondom, hogy a pszichés, tehát a félelmek, amik nagyon hatottak rám. Például a stroke után másnap azt álmodtam a kórházba, hogy volt egy újabb stroke. És egy sokáig attól is féltem, hogy elaludjak, mert hogy nem tudtam, hogy fölkelek-e másnap. És hogyha igen, akkor milyen állapotban. És ezek a félelmek, a fizikai fellépésem az gyors volt, és hát ez valószínűleg benne van az is, hogy időben kaptam orvosi kezelést, az is benne van, hogy harcművész vagyok, tehát valószínűleg azért ezek a tartalékaimat tudtam használni, és mentális, meg ez inkább pszichés, igen, azt mondjuk, pszichés felépülés, az volt a lassabb, tehát ezek a küzdelmek, hogy rengeteg félelmem volt, ami volt közt irracionális, volt racionális, és ezekkel szembenézni, meg megtanulni azt, hogy az élet az nem mindig úgy alakul, ahogy szeretném, és mit tudok kezdeni azzal az állapottal, amikor nem érzem magam szerethetőnek. Nem érezted magad szerethetőnek? Nem. Hát ilyenkor áldozatnak éreztem magamat. Tehát nem esendőnek érezted magad, hanem inkább áldozatnak? Esendőnek is valahol, de nem úgy, mint akit most meg kell szállni, mert például a legszűkebb családi körömön kívül senkit nem engedtem a kórházba, hogy engem ne lássanak szenvedni. Aha. Hát volt bennem ez a tartás, vagy büszkeség, vagy akármi,
És inkább áldozatnak éreztem magamat, hogy miért pont én, miért pont 28 évesen, miért pont úgy, hogy egy csomó tervem van. És utána sokáig úgy éreztem, hogy akkor most elveszítettem éveket az életemből, és most pedig, visszatérve az előző kérdésedre, azt érzem már, hogy hálás vagyok, hogy átéltem. Ez az elmúlt 7 év, vagy abból nem tudom mennyi, és ezt inkább válaszold meg, már az átfordított idő volt. Igen, én azt mondom, hogy az első egy, maximum 2 év volt az, amikor a második év az már az átalakítás kezdete volt, az első az még áldozat szerep, és utána pedig már egy 4-5 éve már azt érzem, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy én ezt megtapasztaltam, átéltem. Akkor nagyon nehéz volt és kegyetlen volt, de azt gondolom, hogy szükségem volt erre, ahhoz, hogy fejlődjek, és ahhoz, hogy másoknak is segíteni tudjak. Azt gondolná az ember, hogy talán ha átél egy ilyet valaki, akkor ha végre meggyógyul, akkor szeretne lapozni és újra beleállni a saját életébe, és mégis sokszor tapasztalom, és nagy tisztelettel tapasztalom, hogy emberek egy ilyen fajta élmény után ennek a hozadékát igyekeznek közzétenni, másoknak átadni, tehát hogy mintegy transformálni a veszteséget vagy a fájdalmat nyeresége abban az adás nyeresége értelmében. És te az elején elkezdtél sztrókon átesettekkel foglalkozni, nekik segíteni, tanácsot adni a blogodban is. És most pedig már egyre többen fordulnak hozzád, akik nem ilyenfajta történésen átesett emberek, hanem akár kapcsolataikkal, vagy éppen motiválatlanságukkal küzdők. Hogy alakult ez így? Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Úgy alakult, hogy amikor én elkezdtem a blogomat, akkor úgy voltam vele, hogy sztrókosoknak segítsek. Használd fel mindazt, amit én átéltem, tapasztaltam, segítségül tudok neked átadni. Így van, és tényleg innen jött az elnevezés is, hogy mindent föl tudunk használni, ami történt velünk, arra, hogy építsük az életünket. És egyre inkább olyanok kerestek meg, akiknek nem volt közük a sztrókhoz, de azt érezték, hogy aki így föl tud állni egy ilyenből, az hiteles, az tud nekik segíteni. És ahogy az emberi kapcsolatokon ahogy jött, az pedig talán egy olyan, tehát úgy tudom ezt mondani legegyszerűbben, hogy az élet nem egészen úgy alakul mindig, ahogy tervezzük, és az, hogy én most átéltem valamit, az nem azt jelenti, hogy utána én megvilágosodtam, és akkor most oszthatom az észt, és minden rendben van az életemmel, hanem azt jelenti, hogy nekem azóta is voltak még nagyon kemény tapasztalataim. Elvesztettem az édesapámat nagyon korán. Volt olyan párkapcsolatom, ami nagyon nem úgy alakult, ahogy terveztem, és olyan emberekkel is kapcsolódtam, akiknek vagy tudtam segíteni, vagy mondjuk tőlük tanultam valami nagyon fontosat, és egyre inkább elment a blogom is egy emberi kapcsolatok irányába. Természetesen továbbra is nagyon fontosnak tartom, hogy a sztrókosoknak segítsek, de most már ez így kiszélesedett, hogy egyre több olyan ember is megkeresett, akik emberi kapcsolatok miatt. És a tapasztalataid mik? Hogy igazából hol van az elakadás? Sokan mondják, hogy mert ma már nincsenek igazi nők, meg igazi férfiak, meg hogy ma már a virtuális világ, meg az internet, meg a felgyorsulás, meg a kommunikációs felszínesség, szóval csomó mindent olvashatunk bizonyos tendenciákról. Tény is való, hogy átalakultak a szokásrendszerek, átalakult sok minden az elmúlt 20-30 évben, hihetetlen tempóban a korábbi generációs változásokhoz képest. De te mit látsz, hogy hol vannak a homokszemek, vagy milyen homokszemek vannak a kapcsolati fogaskerekek között? Tudod, mi hiányzik szerintem leginkább az embereknek? A figyelem és a törődés. Az, hogy valaki... Nekem volt olyan ügyfelem, megkérdezem mindig, hogy mivel lenne elégedett a beszélgetésünk végén. És volt, aki azt mondta, hogy ha csak meghallgatom, neki már az is boldogság. És nagyon sokan nem kapják meg azt a törődést, mert elbeszélnek párkapcsolatban, és elbeszélnek egymás mellett az emberek. Az egyik mondja az ő igazát, a másik a lövét, és ugye nincs általános igazság, univerzális igazság, egyikünk sem birtokolja, mindenkinek a saját igazsága van, és ezek nem
találkoznak, és hogyha valaki nem tanulja meg azt, hogy odafigyeljen, hogy most én azt mondom, hogy befogadom azt, amit te mondasz. Nem csak megvárom, amíg elmondod udvariasságban, hanem befogadom, hogyha ez nincs meg, és azt tapasztalom, hogy nagyon sokoknál nincs meg, akkor onnantól kezdve az emberek magányosak. Élnek társas magányban, élnek úgy is, hogy elszigetelődnek, mert tényleg magányosak lesznek, de nem tudom, melyik a jobb. Tehát a társas magány se jó, sőt, akár az még mérgezőbb lehet. Úgyhogy én azt tapasztalom, hogy erre van szükségük, és ugye ami a digitalizációnak egy nagy előnye, hogy tényleg a kapcsolódások azok könnyebben létre válnak, így van. De hogyha most, hogy csak ezt nézzük, hogy most beszélgetünk. Hogyha most telefonon beszélgetnénk, egészen más a dinamikája. Vagy ha csetelnénk. Vagy ha csetelnénk, ugye? Tehát, hogy nem tudja, az az élő kapcsolódás, azt nem lehet pótolni. És ez az, ami nagyon hiányzik szerintem az embereknek. Ugye, te alapvetően egy racionális világot éltél egészen 28 éves korodig, mármint a foglalkozásodat tekintve is, igen. Hiszen mérnök, mérnök vagy. Ember vagy. És mikor azt mondod, hogy ma már hálás vagyok a sorsomnak, hogy, akkor emögött a mondat mögött igazából mi van? Ez egy nagyon jó kérdés. Valóban én nagyon sokáig a puszta mérnöki vonalat képviseltem, hogy akkor ez erre nincs magyarázat, bizonyíték, akkor ugye ez nincs. Tehát, hogy ilyen nagyon vonalasan, és azóta pedig azt tapasztaltam meg, hogy nincsenek véletlenek, és hogy ezt nevezhetjük sorsnak, nevezhetjük Istennek, nevezhetjük bárminek, teljesen mindegy, hogy ki miben hisz, de hogy én azt gondolom, hogy egy nagy egységnek vagyunk a részei, és ezek az energia áramlások, amik akár köztünk, vagy egy más élőlénnyel is, amik vannak, ezek mind-mind szolgálnak minket, és hogyha odafigyelünk ezekre, ez olyan, mint ahogy egy szörfdeszkán rá állsz a hullámokra. Lehet szembe menni velük, lehet azt képzelni, hogy nincsenek, de hogyha elfogadod, hogy vannak, és megtanulsz szörfözni, megtanulod itt az energiaáramlásokat is észrevenni az életben, akkor tudsz haladni, és akkor tudod élvezni is, mert valahol nem is biztos, hogy A-ból B-be kell eljutnod, lehet, hogy maga az élvezet, maga a tapasztalás az, ami... Az úton az levés. A szörfös biztos nem azért szörfözik, hogy a célba érjen, hanem a létezésnek azt a formáját imádja, vagy a lovaglás, amikor egy lóval kell olyan módon harmóniába kerülni, hogy annak az energiáival, sok-sok erejével valahogy a lovas mégis együtt tudjon menni valami felé, amit ő irányít, szinte kimondatlanul. De ilyen értelemben egyébként a te világlátásod úgy tűnik megváltozott, de ahogy élsz, az is? Tehát jobban figyelsz magadra? Jobban figyelsz másokra? Kicsit álkérdés is, mert biztos vagyok benne. Igyekszem, és azért nem álkérdés, mert itt megint mondhatnám, hogy egyértelműen igen. De én is ember vagyok, én is hibázom sokat, ahogy mindannyiunk. És időnként nekem is vissza kell rángatnom magamat, hogy hoppá, most megint elmentem egy olyan irányba, ami az a régi görcsös falnak megyek, vagy ragaszkodom a saját agyamnak a korlátaihoz. Ugye ez is a racionális gondolkodásnál ugye az a veszélye, hogy persze megmagyarázhatunk mindent, de még mindig csak a saját végesedünkkel magyarázzuk meg. Tehát, hogy nekem is fontosak ezek az emlékeztetők, amiket időnként úgy kapok, hogy találkozom valakivel, aki egy nagyon pozitív impulzust kap, ad nekem. Időnként úgy, hogy belefutok egy falba, és hiába görcsönök rajta, nem tudom megoldani, akár egy emberi kapcsolatban, akár önmagammal. Szóval nekem is, én azt mondom, hogy törekszem arra, hogy másképp éljek, hogy ezt a szemléletet, ezt képviseljem a saját életemben, de hibákat folyamatosan elkövetek én is, és ebből tanulok. Hova lettek a félelmek? Félelmek közül azt gondolom, hogy ami a szrókkal kapcsolatos, azokat átalakítottam, azokat megértettem, és igazándiból talán, most ez lehet, hogy furcsán hangzik, de arra jöttem rá, hogy egyfajta arrogancia is volt bennem, hogy
hogy most én olyan fontos vagyok, hogy úgy kell alakulnia mindennek az életben, ahogy én ezt elterveztem. És hogyha ezt az emberi arroganciát el tudjuk engedni, és azt mondjuk, hogy részei vagyunk annak a nagy egésznek, akkor segít elfogadni azt is, hogy nem mindig fönt vagyunk, és nem mindig úgy alakul az élet, és hogyha görcsölök rajta, akkor se. Tehát teljesen fölösleges görcsölnöm rajta. Ugye van egy buddhista mondás is, hogy meg tudod változtatni? Akkor mi szükség van arra, hogy aggódj miatta? Nem tudod megváltoztatni? Akkor mi értelme van annak, hogy aggódj miatta? Tehát, hogyha egy kicsit visszaveszünk ebből az emberi arroganciából, ebből az egóból, azért mondom, hogy furcsa hangzik, mert ugye ilyenkor mindenki áldozatnak tekinti magát, nem egy arrogáns embernek, de valahol ez egy arrogancia, hogy azt gondoljuk, hogy most a mi világunk az, ami a világképünk az, aminek érvényesülnie kell. És hogyha ebből vissza tudunk venni, hogyha időnként ránézünk az univerzumnak valamelyik űrteleszkóp által készített képére, és megnézzük, hogy hol is vagyunk mi, az a pici, apró pici pont, az még csak a Föld, és azon belül még egy nagyon-nagyon apró pici pont, akkor az segít elfogadni. Azt hiszem, hogy a félelemnek az egyik fontos ellenszere az elfogadás. Tehát te tulajdonképpen fölismerted saját kicsinységedet? Igen, én azt mondanám, hogy saját kicsinségemet is, és saját nagyságomat is egyszerre. Hogy az, ami az a nagy egésznek, én is a része vagyok, én is hozzá tudok tenni, olyan szempontból kicsiny vagyok, hogy egy kis része vagyok, de olyan szempontból meg nagy vagyok, hogy ez mind bennem is ott van. Tehát, amit a világban látok. Egyébként néha visszaolvasod a blogod első bejegyzéseit? Igen, volt olyan, hogy visszaolvastam, és látok változást magamon is. Tehát, hogy például szoktam újra megosztani írásaimat, de valamit már nem osztok meg újra. Nem azért, mert tök máshogy gondolom, tehát, hogy nem, csak már egy picit finomodott, és már én meg általában arra törekszem, hogy az olyan legyen, amilyennek én most szeretném. Van, ami még most is aktuális, de vannak olyanok, igen, ami finomodott bennem, mert azóta tapasztaltam, azóta több impulzus ért, és ezeket itt beépítettem. Aki egy ilyet átél, illetve nevezetesen te, mennyire van előre terv? Vagy akkor, amikor az ember rájön a saját kicsinségére, akkor arra is rájön, hogy tulajdonképpen csak az van, ami épp van. Tehát, hogy ma meg tudod, harsogja a világa, legyen víziód, meg tűzd ki a célt, meg, és ez a jövő és a jelen, meg hát a múlt fókuszról ne is beszéljünk. Szóval itt ingadozunk az idők tengelyén. Nálad hol van a hangsúly? De jó kérdésed is. Én azt gondolom, hogy jó lehet, hogyha vannak, és ez direkt így mondom, hogy lehet, ha vannak terveink és céljaink. Annak nem jó, aki úgy kóborol, hogy ez nem jó neki, hogy nem élvezi. Mert ismerek olyan embert is, akinek nincsenek céljai, tervei, egyszerűen csak jól el van. És hogyha ő boldog, és ezzel nem árt vele másoknak, teljesen rendben van. Én nekem vannak céljaim, vannak terveim. A stroke adott egy olyan alázatot, hogy tisztában vagyok vele, hogy lehet, hogy most kimegyek, és nem élem túl a mai napot, és akkor nem tudom megvalósítani. De hogyha én úgy élek viszont, hogy azt tudom mondani, hogy ma is tettem azért, hogy jól legyek, és hogy a céljaimat, hogy másoknak segítsek, ezt teljesítettem, akkor minden rendben van. Ez a kicsit olyan megfogalmazás, hogy ez a bármikor meghalhatok. Amikor éljünk úgy, mint hogyha ez nem lenne az utolsó. Igen, igen, igen. És ebben az a lényeg igazániból, hogy nem rágörcsölök, hanem azt mondom, hogy ma megtettem azt, amiért itt vagyok. Csak ugye sokan nem is tudják, hogy miért vannak itt. Itt ez az önismereti hiányosság, ez a másik, ami még ugye kérdezted az emberi kapcsolatoknál, ez megint egy másik nagy hiányosság, hogy úgy akarunk másokkal is kapcsolódni, hogy magunkat se ismerjük rendesen. Ilyen szempontból neked a stroke egy komoly felkiáltójá volt az önismeret útján is, nem? Igen, abszolút, abszolút. Hogy ki is vagyok valójában. Ki vagyok én, miért vagyok itt, és hogy mi az, amitől meg kell szabadulnom.
Mert én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog van az életben, amitől meg kell szabadulnunk. Amiket gyerekként ránk pakoltak, elvárások, megfelelés, ez vagy te, az vagy te. Címkék, pontosan. És lehet, hogy nem is én vagyok az. Tehát ahhoz, hogy megtaláljam önmagam, először mindentől meg kell szabadulni, hogy nem én vagyok. És hogyha megnézed az embereket, nagyon sokan olyan életet élnek, ami nem teszi őket boldoggá, azért, mert nem, az nem önmaguk, hanem valami más képnek próbálnak megfelelni. Kevesebb benned az indulat? Most csak arra gondolok, ahogy az ember létezik, jön, megy utcán, lát vicsorgókat, türelmetleneket. Megbocsátóbb lettél? Igen. Akik nekem nagyon-nagyon sokat ártottak, azoknak is megbocsátottam, mert megtanultam, hogy ez nem nekik szól, ez önmagamnak szól. Megbocsátás, ez egy önmagamnak adott ajándék. Az, hogy én utána vele kapcsolódom-e tovább, az már egy újabb döntés. De hogyha én neheztelek rá, akkor egy hatalmas zsákban cipelem őt magammal, és ez nagyon nehéz egy idő után. Tehát ez a megbocsátó rész, a megbocsátás rész. Az indulat pedig, én alapvetően egy impulzív ember vagyok. Tehát könnyen ki lehet hozni a sodromból, most már nem. Ez nagyon-nagyon sokat változott, de még mindig van, ami föl tud bosszantani, egyre kevesebb. És egyre inkább az, de ez is egy út, amit még mindig tapasztalok. De tehát ilyen dolgok, ami ilyen utcán, amit most említettél, nem tud már kizökkenteni, mert adott egy perspektívát a stroke, hogy oké, bármikor elveszíthetem az életemet, megérez annyit, hogy valaki rálépett a lábamra, és én most emiatt kizökkenjek az egyensúlyomból. Tehát, hogy inkább ez a, igen, tehát itt már egy ilyen pillanatnyi mérlegelés, igen, hogy nekem mi a fontos. És megint visszakanyarulunk az önismerethez, mert hogyha egy ember tudja, hogy mi a fontos az életében, hogy miért van itt, akkor utána egyszerűen nem is, tehát is arra fókuszál, akkor nem marad ideje meg energiája arra, ami nem fontos. Tehát ez ilyen egyszerű. Sokan ugye próbálnak valami ellen harcolni, hogy ne legyek ilyen, ne legyek olyan, ne legyek amolyan, és hogyha az agy meg ez nem ne tudja. Gondoljanak a fejére lefent. Pontosan, így van. Pontosan. Mi jelenik meg az ember fejével, rögtön a fejére lefent. Ez az agy nem ismeri a tagadást. Viszont hogyha ott van a célom, ott van a pozitív képen, akkor ez akár egy betegségből való felépülés, ugye nem az, hogy ne legyek rákos, hanem az, hogy egészséges legyek. Vagy az, hogy nem az, hogy ne legyek, ne veszekedjek, hanem az, hogy szeretetet adjak. És hogyha ez megvan, akkor nem marad hely a negatív dolgoknak. Tehát így igyekszem élni, természetesen tanuló vagyok én is. Mint mindannyian. Használd fel, illetve bocsánat, tegezését ki tudja mondhatom, mert használják fel a gondolatokat, amiket megosztottunk veletek, önökkel, és gondolkodjunk így együtt legközelebb is.